Innen indultunk. Nem biztos, hogy ezt nekünk meg kell szavazni. Pár hete itt jártunk. Ugye ez nem egy szavazógyár. Majd egy hónappal később ide jutottunk. 188, igen, 6 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Magyarország közel két éves húzavona után megszavazta Svédország NATO csatlakozását. Európa egyik legjobb haditechnikájával rendelkező állama. A 32. tagja lesz az Észak-Atlanti Katonai Szövetségnek tovább erősödhet az idén 75 éves NATO. Csak hogy nem minden teljesen derűs a szövetségben. A NATO közvetlen szomszédjában, Ukrajnában véres háború dúl, miközben az Egyesült Államokban választás lesz, és Donald Trump személyében lehetséges, hogy olyan elnöke lesz az usa aki már beszélt arról, hogy kiléptetni az országát a NATO-ból. Az Atlaszban a téma a NATO, vendégünk pedig Kis Benedek József. Miért most szavazta meg Magyarország-Svédország Mi volt ez a pont, ami elvezetette ez a döntéshez? Hát azt egészen konkrétan a képviselőktől, illetve a miniszterelnöktől kellene megkérdezni. Ti játszadoztak ezzel az egész témával, én úgy látom. Tulajdonképpen bejelentették már jóval korábban a megszavazás előtt, hogy nem mi leszünk az utolsók. Ez nem jött be, sikerült utolsónak lenni, mert a törökök beelőztek. Ezek szerint ez azt jelenti, hogy nem a nagyon jó az együttműködés, legalábbis ezen a vonalon a törökökkel, mert ők nem szóltak, sőt, ugye mondhatjuk azt is, hogy a követséggel is problémák voltak, mert azért nem jelentették azt, hogy már a törökök nagyon készen állnak arra, hogy megszavazzák. Hát itt sajnos utolsók lettünk, hogy miért most annak ért fölfogható normális magyarázata nincs. Lehet mondani azt, hogy igyekeztünk az oroszok kedvébe járni, mert ugye most kaptunk némi bírálatot, hogy megszavaztuk, és ezért nem nagyon szeretnek bennünket, illetve hát megbírálták a kormányt, illetve a parlamentet, de végül is, ezt már tovább nem lehetett halasztani. Tehát itt annyi ígérgetés volt, annyi felszólítás volt, olyan magas szintű jelzések voltak az Egyesült Államoktól kezdve a nato keresztül, különböző NATO nagy államok vezetőig, hogy ezt nem lehetett tovább halasztani. És ne felejtsük el még egy nagyon fontos dolgot: április 4-én lesz a NATO fennállásának 75. évfordulója. Szilárd meggyőződésük, hogy akkor Svédországot Föl kell venni a NATO-ba, tehát be kell jelenteni, hogy 32 tagállamból áll a NATO. Ugye a svéd és a magyar kormány fő közös olyan elhangzott, hogy négy új grippen érkezik Magyarországra. Igen. És ha jól mondom, akkor ez a négy új grippen, ez egy újabb generációs grippen. Mindjárt. Nem. C, C kategóriából jön. Én is azt reméltem, hogy az újabb generáció lesz. Nem, ugyanazt küldik, ami van. Van nekik már újabb is, de ezek szerint nem sikerült megegyezni, hogy az ár miatt vagy mi miatt, nem tudom. Leasingeljük ezeket a gépeket, és majd amikor letelik az idő, akkor kerül a magyar állam tulajdonába. Nem rossz konstrukció egyébként a leasingelés, de hosszabb távon azért ez azt jelenti, hogy többe kerül négy grippen, hogy, tehát, hogy négy darab, az a legtöbb né. dologban nem tűnik soknak, nem tudom, hát tehát nem. ez mit jelent alapvetően a magyar hadseregnek, hogy négy új grippen érkezik, ez ez egy fontos hát. elő, előrelépés Na, tulajdonképpen hát. a honvédség tekintetében. Na most van összesen 14 darab, most kapunk négyet, tehát kap a régi erő négyet, így lesz összesen 18, mert olyan abból a most nem tudom, marad. hogy egy vagy két kétüléses, mert ha lehet, hogy valamelyik kétüléses közülük, az egy más képessége rendelkező gép, de hát olyan nagy változás nem jelent, mert a hadseregnek, illetve a légierőnek ettől sokkal többre lett volna szüksége, de állítólag megállapodtak abba, hogy majd a későbbiek folyamán újabb e, szállítmány fog érkezni, tehát fogunk vagy lizengel, lizengelni, vagy majd a végén megvásárolni egy újabb csomagot. Tehát ez a, ez a, négy olyan nagyon sokat nem változtat, segíteni mindenképpen segít, mert négy gép az négy gép tetszik, vagy nem tetszik, vannak NATO kötelezettségek, ugye Balti-tenger, e, Balti országoknak a légtér, légi rendészeti feladattal, mm. nagyobb országokkal együttműködve, és hát itt a magyar légtérvédelme. Tehát a 14 nem, nem sok, még a 18 sem. Csak, csak, azért kérdeztem, mert hogy azért felbukkant az a narratív az elmúlt napokban, hogy ez milyen szép eredmény a magyar kormánytól, ki tudta zsarolni ezt a négy grippent tulajdonképpen Svédországtól, de hogy akkor ez így katonai szempontból kevésbé tűnik egy sikeres hát, hát halkunak. lehetett volna jobb is. Tehát a légerőnek többre lett volna szüksége, vagy lenne szüksége, de hát erre futotta, és tényleg Zsarolás volt, mert a svéd sajtóban megjelent az, hogy itt azért elég komoly vita fogy, ami az árat illeti. Hát nem olcsó játékok ezek, és hát a leasingeléssel, hogyha ezt a módszert választjuk, akkor azt jelenti, hogy a leasingbe adó végez minden feladatot. Tehát ők hajtják végre a karbatartás, az időszakos műszaki sőt, ugye megegyeztek abban, hogy a légélővészleteket, mivel Magyarországon nincs erre megfelelő hely, Svédországban fogják végrehajtani. Tehát itt azért mm. elég nagy csomagot sikerült kialakulni, a szabad ilyet mondani, de hát nyilván a, a svédeket is azért egy kicsit zavarja, hogy sokáig húzódott ez a felvételi kérdés. Nézzük meg most Svédország szempontjából a NATO csatlakozást. Ugye sokak által tudott korábban is, hogy azért Svédország egy elég jól fej, elég jó haditechnikával rendelkező ország. Mit ad Svédország a NATO-nak, és mit ad? a NATO Svédországnak? Svédország haditechnikai szempontból a nato majdnem a legerősebb országok közé tartozik. Hát tudjuk, hogy ez a svéd hadipar azért nem az utolsó között volt soha életébe, és hát nem csak a Gripen, a Gripen büszkék, joggal büszkék, tehát ezt nyugodtan el lehet fogadni, mm. de nagyon komoly, hát mondjuk bennünket nem érint, nagyon komoly haditengerészeti képességekkel rendelkeznek, elektronikai képességekkel rendelkeznek. Hát azt ugye látjuk azt a, a leszésbe, hogy ugye elektrolux itt van, meg egy jó, jó sor svéd vállalat Magyarországon, mert ilyenkor mindig a ellentételezés legalább akkora, mint a leasing a költsége. Tehát itt azért folyik, a foci, hogy most ki mennyit fizet és mit vállal, de ha az a kérdése, és arra válaszolok, hogy most ezt a NATO szempontjából mit jelent, sokat. Politikailag azt jelenti, hogy a Norvégiától egészen Törökországig van egy folyamatos összeköttetés a nato belül, és nem marad az a hézag, ami Svédország területét illeti. Ez az egyik dolog. A másik, haditechnikai, hadipar, elektronika szempontjából nagyon hozzájárul a NATO képességek erősítéséhez. És hát azért tudjuk azt, hogy Svédország igen semleges ország volt, már nagyon sokáig eszükbe se volt, hogy belépjenek. És hát Putin ezzel a háborúval, amit elindított, ezt kapta a nyakába, hogy Finnország és Svédország azt mondta, hogy föladjuk a semleges Tehát ez egy nagyon komoly geopolitikai változás jelent a két ország felfogásában. Voltak is ellenvélemények természetesen, de olyan helyzet alakult ki már, hogy kénytelenek ezt fölvállalni. Ugyanakkor azt lehet látni, vagy lehetett tapasztalni az elmúlt években, és akkor még nem volt háború, hogy azért az oroszok meglehetősen érdeklődtek a svéd haditengerészeti képességek iránt, meglehetősen gyakran jártak arra a svéd hajók, és bocsánat, orosz hajók, tengerlatjárók, Tehát nyilván ezt az északi egyébként nagyon kényes területet, az oroszok ellenőrizték. Hogyan fog zajlani a felvételi folyamat? Ugye az április 4-i dátumot már említettem, de most itt nem csak jogilag kérdezem, hogy hogyan zajlik az, hogy a svéd haderő igazán jól beépüljön a nato -ba. Ez mennyi idő, és milyen, milyen folyamatokat vesznek? A svéd meg? haderőnek a beépülése sem eddig nem tart. Svédország gyakorlatilag a NATO tagja, tehát ez, ez nem kell nekik semmit változtatni. Egy-két olyan elvet be kell építeni a stratégiájukban, a doktrinájukban, ami a NATO-ban gyakorlatilag de nem most kezdték. Tehát ez gyakorlatilag készen van. Annyi van, hogy most már minden ország parlamentje elfogadta, és azzal, hogy elfogadja, le, elfogadta, letétbe helyezik ezt Washingtonba, hmm. és ettől kongresszus könyvtárba, és ettől kezdve hivatalosan a NATO tagja. Tehát ez rövid időn belül meg fog valósulni. Nincs, nincs itt semmiféle felkészülések. Nem, nem abban a helyzetben vannak, hogy nekik föl, kell készülni, föl vannak készülve. Csár, sőt, mondok rosszabbat, sokkal jobban fel vannak készülve, mint jó néhány NATO tagállam. Donald Trump már 2016-os beiktatása után felkavarta a nato -t. Trump nem egyszer hangsúlyozta, hogy a tagállamoknak be kell tartaniuk azt a megállapodást, miszerint az éves GDP-jük 2%-át haderőfejlesztésre költik. Idén februárban egy kampányrendezvényen egyenesen azt mondta, ha egy olyan NATO-országot támadnának meg, amelyik nem teljesíti a 2%-os elvárást, ő nem védené meg azt az országot. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got a You pay your bills. Nemrég pedig John Bolton, Trump korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója a könyvében írta arról, hogy Trump első ciklusában egyszer megkérte a stábját, hogy készítsék elő a kilépési folyamatot. Trump ugyan meggondolta magát, de látszik, ha novemberben újra választják, új helyzet előtt áll a NATO. Lépjünk egy fiktív pontra. Donald Trump esetleges megválasztása mit jelentene ez a NATO-nak? Ugye azért Donald Trump már sokszor Kikelt, vagy legalábbis kritizálta a NATO-t? Nem kell mindig komolyan venni ezeket a különböző kampányokat, mert kampányos során sok mindent lehet mondani. Egyébként abban, hogy jó néhány NATO ország olyan helyzetben volt, hogy majd megvédenek bennünket, nekünk nem kell sok pénzt fordítani a védelemre, mi is ebbe a kategóriába tartozunk, még más országok is természetesen, fő, főleg kelet-európai országok, illetve Németország is így volt, de ez egy más helyzet, egy más történelmi helyzet. Viszont abban igaza volt a Trumpnak, és ezeket az országokat, hogy szedjétek össze magatokat, mert ha nem, akkor megszűnik az amerikai védelmi. Na most a helyzet az, hogy Trump most megint tette egy olyan kijelentés, hogy azok, akik nem tesznek eleget a kötelezettségeiknek magyarul, kétszázalékot nem érik el, azokkal szemben nem biztos, hogy fogják alkalmazni a teljes körű védelmet. És ez egy nagyon új és ellentétes folyamatot váltott ki a NATO tagállamokon belül, különösen a kelet-európai országok esetében, akik, de nyugat-európai is van, aki nem érte el még a kétszázalékot, sétve érzik magukat. Azt mondják, hogy ha egyszer ötödik cikke, ha egyszer van egy szövetségi rendszer, akkor nem biztos, hogy ennek a legerősebb országának azt kell mondani, hogy nem védünk meg benneteket. Tehát nagyon ellentétben van a közös védelem elvével de akkor ez egy gyakorlatban, nem, vagy valóságban nem valószínű, hogy így lenne. Én úgy gondolom, hogy ez a Trump írói munkásságának része, tehát én ennek a most nagy jelentőséget nem tulajdonítok, majd ha elnök lesz, ha megválasztják, én még erre sem elnék nagy fogadást lenni, de ha megválasztják, akkor nyilván más lesz a politika. Tehát ilyenkor láttuk nagyon sok ország esetében, Trumpnál meg különösen érvényes az, hogy szeretnek nagyot mondani. Ugye a korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója John Bolton most írt egy könyvet, és Igen. ő végig turnézte a, a legnagyobb sajtótermékeket, és sokszor mondta azt, hogy ő azt gondolja, hogy Donald Trump kiléptetné a nato az Egyesült Államokat. Ezt azért nem, nem, nem merném feltételezni, mert ha ilyet csinál, akkor az azt jelenti, hogy vége van a nato -nak. Akkor be lehet zárni a nato tehát megszűnik a NATO. Ilyenkor Putyin azt mondaná, hogy most akkor leülök a fotelba és kérek egy kávét, és még három vodkát mellé. Tehát ez óriási nagy esemény lenne az oroszok számára, de nyilván ez nem következik be. Tehát az amerikai érdek az nem azt tartalmazza, hogy a nato meggyengítsük, meg felbontsuk. Hogyan áll a világ és Magyarország a kétszázalékos teljesítésben? Ugye Donald Trumpnak is, és Donald Trump sokszor hangoztatta, és a nato tényleg van egy ilyen alapelve, hogy a GDP-nek kétszázaléket haderőfejlesztésre kell fe, fejleszteni. Hát, hogyha nagyon, nagyon megyünk ebbe a kérdésbe, akkor mit jelent a kétszázalék, azt is meg kell nézni. Tehát mi van ebben benne? Infrastruktúra, fegyverzet, a személyi állomány, tehát ez egy nagyon sok összetevővel, és sok mindent hozzá lehet tenni, vagy el lehet venni. Mondjuk például a külföldi misszió. Itt van Németország, azt mondják, hogy ők nem teljesítik a kétszázalékot, és mennyi missziók van külföldön? Az nem látó feladat, vagy ezzel nem kell foglalkozni? Hát megnézzük akár Koszobót, akár Bosz -ném. A hercegovinát meg egyéb olyan nemzetközi vállalást, aminek Németország elegette, arra szóval nem mondhatjuk azt, hogy nem teljesíti. Tehát itt nagyon nehéz megmondani azt, hogy mit tartalmaz az a két százalék. Úgy általában azt mondják a védelemre. de most a sok országban olyan is van, ami nem a védelem minisztérium hatáskörébe tartozik. Mondok egy példát. Infrastruktúra fejlesztése. Magyarországon például az utak, hidak alkalmassá tétele arra, hogy a nyugati technikát be tudják fogadni. Mondjuk, hogy egy hogy hozzák a német harckocsikat, és hogyha a magyarországi úthálózat ennek nem felel meg, meg különösen a hidak teherbírása nem jó, akkor ez most mi hova számít? Ez a kétszázalékban számít? Védelmi célú beruházás, vagy nem? Tehát itt azért lehet ezzel játszani, és nem csak a fegyvereket kell ezzel a térteni. Hát én úgy gondolom, hogy ebben még azért foglal néhány vita elhangzani, és hát a NATO illetékes ügynökségei ezt meg fogják vitatni, hogy akkor ezt tulajdonképpen, ahogy néz ki. De a NATO nem látható, hogy törekednek arra, hogy elérjék ezt. ország nem, már 400 törekednek, Törekednek, mert olyan jelenleg a nemzetközi helyzet, ugye itt elsősorban Európa szempontjából az orosz ukrán háborút kell megemlítsem, illetve hát a Balkánon, bár katonai veszély nincs a Balkánon, de hát azért oda kell figyelni ezekre a területekre is. Én úgy látom mindenképpen, hogy azért az országok többet fordítanak a védelemre. Különös tekintettel a kelet-európai országokra. Donald Trump esetleges második ciklusa már egy új NATO főtitkár feladata lenne. A szövetséget lassan tíz éve irányító Jens Stoltenberg a szeptemberi NATO csúcson imáron biztosan leköszön. Bár jelöltként már Tereza May, David Cameron vagy Mette Frederiksen Dán miniszterelnök neve is szóba került. Mostanság Christianis Karins lett külügyminiszter, Kaya Kallas észminiszterelnök, és elsősorban Mark Rutte, Leköszönő holland miniszterelnök neve jött szóba. Már és Orbán Viktor kapcsolata ráadásul nem mindig volt rózsás. Mark Rutte tűnik most biztos hogy befutónak, Igen. hogyha jól mondom. Miért ő? Azért, mert Hollandia politikája, olyan, hogy egyrészt támogatják mindenbe az amerikaiakat, másrészt hogy, úgy egyébként pedig azt lehet mondani, hogy haditechnikai szempontból nagyon jól állnak, fejlett hadseregük van, Rütte eddigi pályafutása az egyértelműen alkalmassá teszi őt arra, hogy a NATO főtitkárának jelöljék. Én nem mondom azt, hogy ő lesz, jelölt, erős jelölt, tehát van esélye, hogy aztán most a végén lesz, ezt már szeptemberben fogjuk megtudni, illetve előtt a döntési folyamatban, de hát ezt is Fogadni minden országnak egyhangulag. Nem hiszem, hogy nagy problémák lesznek vele. Tehát szerintem, ha őt jelölik, akkor az országok jelentős része azt fogja mondani, hogy igen. Ki ilyenkor? Tehát hogyan, hogyan néz ki a kiválasztás, hogy a, a nagyobb NATO tagállamok leülnek egy asztalhoz, egy NATO csúcs előtt, és azt Hát mondják, az Atlanti hogy ezt Tanács. A Atlanti Tanács, mint a NATO legmagasabb katonai szerve, ahol a miniszterelnök, államfők, tehát a legmagasabb szintű vezetők az országból összeülnek, és ott megbeszélik, ott elhangzik egy javaslat, és ha hangz, hangzanak el támogató, illetve ellenvélemények végül, kialakul egy konszenzus, és megállapodnak, hogy XY szerűen fogjuk kerülni a főtitkári Osztra. Tessék szavazni, minden ország ugye megszavazza, és attól kezdve kinevezik. Tehát viszonylag egyszerű a folyamat. Ugye a magyar kormányfőnek már rutte már volt több, kisebb, nagyobb ellentéte. Egy furcsa hát kapcsolat. Kine, az kivel nem volt neki ellentéte, tehát nagyon sok ember. az, van, az, az, az ő kapcsolatuk azért a sajtóelésbe került ilyen-olyan a a formában, a sajtólés, elég igen, igen, igen. Mit jelentene az ő főtitkársága a, a magyar NATO-tagságnak változná -e bármit, vagy igazából szerintem, ez egy más helyzet, mint mondjuk Szerintem az nem, biztonság. ez egy más beosztás. Tehát más, más amikor egy ország miniszterelnöke beszél, meg megint más, amikor a 32 ország nevében mi főtitkár nyilatkozik, azért az egy teljesen más helyzet, és hát azért a főtitkár, akár tetszik, akár nem, fő feladata az, hogy a NATO tagállamok között a koordinációt megvalósítsa. Tehát ő nem, ő nem, nem dönt a NATO nevében. Ő nem, nem egy miniszterelnök, akinek vannak ilyen lehetősége az adott kis szűk illetve én az adott országban vagy kancellár vagy teljesen mindegy, hogy nevezzük, ő a konszenzus keresi és próbál konszenzus teremteni. És ettől kezdve elfogadják. Tehát nem hiszem, hogy ő most törlesztene mondjuk a Orbán Viktor irányába, hogy volt nekik vitájuk. Hát nem is feltétlenül ő tévedett, mivel ő a, ő a kormányfő Nyilván voltak viták, hát és azok általában abból adódtak, hogy megfogalmaztak néhány bírálatot Magyarországgal kapcsolatban, hogy az az jogos vagy nem jogos, az ízlés dolga, hogy ki fogadja el, ki nem fog mert azért Hollanda egy abszolút demokratikus ország, tehát itt azért nem lehet azt mondani, hogy össze-vissza beszélnek. Az legfeljebb nálunk előfordult az, hogy nem fogadták el, mint ahogy Svédországnál is egyetlen egy konkrét dolgot nem lehet mondani, hogy Svédországnak miért késleltették nálunk a NATO csatlakozását. Ez az én értelmezésem szerint először is török ország irányában egy gesztus, hogy te ti nem fogadjátok el, akkor mi mellétek állunk. Törököket nem hálálták meg, mert ők ugye elfogadták, anélkül, hogy volna nekünk. A másik pedig egy nagyon nagy gesztus Oroszország felé. És Putyin azt mondja, hogy hát támogattak bennünket, most meg azért ő is azt mondja, hogy hát tulajdonképpen bedőlt a nato Magyarország. Hát persze, hogy bedőlt nato -tak ugye Stoltenberg távozása az egyáltalán nem az elmúlt napok, vagy elmúlt hónapoknak a kérdése, mert gyakorlatilag évek óta beszélünk róla. És hát tavaly meg... már kellett volna neki, mert elmentett volna, letelt a mandátuma, és az orosz-ukrán helyzetre való tekintettel fölkérték, hogy maradjon még egy évet, és ő ezt elvállalta és ugye nagyon sokszor szóba jött, hogy esetleg női főtitkert kellene választani. Ugye a Tereza May neve feljött valamikor korábban, mostanság még a Dán miniszterelnök nőnek is. Balti országok Szóba jött, és ugye meg... az észt miniszterelnök igen, az utolsó igen, 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 hát Van -e hát... esély egyrészt egy balti politikus megválasztani, egy balti országból származó politikus, másrészt egy nőt, hogy esetleg... Van, van esélye. Most nem a nő miatt, tehát teljesen mindegy, hogy most nő vagy férfi. Végül is itt, itt arról van szó, hogy keleti főtitkára legyen a nato vagy a nyugati főtitkára. Na most ebben a helyzetben nyilván az amerikaiak mérlegelni fogják, hogy ki az, aki közelebb áll hozzájuk, ki az, aki az ő elvüket mindenben támogatja, és ki az, aki nem. Most nekem semmi bajom nincs a balti országokkal, de mondjuk az orosz-ukrán válság tekintetével az ő nézetük egy kicsit azért radikálisabb. Lehet, hogy finoman fogalmaztam. Tehát ők azért keményebben akarnak fellépni. Tehát az amerikaiak mérlegelik azt, és készítenek egy, egy e, e, hát kockázatelemzést azzal a kapcsolatban, hogy ha megválasztjuk mondjuk a holland miniszterelnököt rüttét, akkor ebben az esetben ez nekünk mennyivel jobb, mintha egy keletit választunk. Politikailag nem lenne baj, ha lenne már egy keleti főtitkár is, de itt azért sok mindent mérlegelnek el. Tehát itt azért meg fogják nézni, hogy hogyan alakul az egyensúly a kelet meg a nyugat között. Szerintem az amerikaiaknak jobban megfelelne egy nyugati főtitkár. Ugye évetresen Jens Stoltenberg szeptemberben köszönhet le, mikor tudhatjuk meg az új főtitkárt, azt akkor tudjuk meg, hát vagy amikor, már előtte... amikor kijelölik, hogy mikor lesz a NATO Atlanti tanácsának az ülése, ezt a témát vitatják, azt előre most még nem lehet tudni. Nem kapkodnak még ezzel, hát szerintem ezt úgy nyár, közepe nyár vége felé fogják eldönteni, nem kell ezzel kapkodni. Nem a nagy dolog ennek a végefutatása, mert előzőleg egyeztetnek. Tehát megküldik az országoknak, véleményt kérnek, állásfoglalást megfogalmazák az országok, és abból látják, hogy melyik ország mit, kit javasol. Na most ezt össze kell hangolni, és ettől kezdve meg lehet tenni a javaslatot, összehívják az Atlanti tanácsot, és szavaznak. Ukrajna egyelőre nem lesz a NATO tagja. Bár Jens Stoltenberg főtitkár nemrég azt mondta, hogy Ukrajnát felvehetik a nato -ba. Konkrét időpontot nem mondott, és a szabályok szerint háborozó ország nem lépett be a szövetségbe. Stoltenberg főtitkár később leszögezte, a NATO nem fog csapatokat küldeni Ukrajnába, és közvetve fegyvert sem, de a tagállamokat unszolhatja arra, hogy nemzeti alapon segítsék az ukránokat. Ukrajna segítése. Azért az elmúlt két évben akárhogy is, de a NATO kapcsán ilyen vagy amolyan kondotációban, de ez a legfontosabb kérdés. Így van. Miért nem veszik fel még a NATO-ba Ukrajnát? Ez teljesen lehetetlen ezt lehet. felejtsük nem. el ezt az egész Itt, most ez... Az... Ezt provokatívan kérdezem szándékosan, nem. hogy miért nem lehet mondjuk egy olyan passzust írni, hogy felveszünk egy akár háborúban álló országot is, de nem segíthetünk, amíg tart az a konfliktus. Semmiképpen, semmiképpen, nem vehetik föl, eleve nato van egy olyan követelmény, hogy konfliktusban, háborúban álló országot nem veszünk föl. Ötödik cikkkel azt jelenti, hogy azonnal támogatni kéne Ukrajnát. NATO csapatoknak be kéne vonulni, tehát ez nem működik. Nincs, nincs olyan, hogy teszek ígéretet, és utána ki tudja, mi lesz még ebből a háborúból. Kinyerje ezt a Meg tudja ezt valaki mondani? Senki nem tudja megmondani. Itt az lesz ennek az egésznek a vége, hogy mind a két ország, mármint Ukrajna és Oroszország, azt fogja mondani, hogy mi győztünk. Annak ellenére, hogy mind a kettő Egy háborúval csak veszíteni lehet. De azt fogják mondani, hogy győztünk. Na most addig a Ukrán, uh, Ukrajna nem lehet NATO tag, még rendelkezik a viszonyokat. Nekünk is megmondták annak idején, mikor a NATO tagság volt, hogy addig, míg mi Szlovákiával és Romániával nem kötünk megállapodást, addig nem fognak fölvenni. Nagyon gyorsan megkötöttük de amint mondjuk aláírják a békét, vagy tehát béke kell, vagy fegyverszünet, hogy Ukrajnát felvegyék a nato végül is. Ahhoz sok mindent kell teljesíteni, tehát nem csak békét, meg fegyverszünetet. A Azt szóval fegyverszünet... pár napja kijelentette, hogy Ukrajna a NATO tagja lesz majd. Igen. Én is ki tudom jelenteni, hogy Ukrajna a NATO tagja lesz. Pont, itt pontot teszek a szóval mondat végére. Mondat Le lehet, hogy ez mondjuk 40 év múlva következik be, vagy 30 év múlva, lehet a NATO tagja, de nem most. Tehát ez egy óriási különbség. És a Stoltenberg sem mondta, hogy mikor. Ő ilyet nem is mondhat egyébként, de nem is mondott. Tehát az, hogy NATO tagja lett, nem? biztos. Hát miért neki mondta volna azt, mondjuk a hidegháború alatt, hogy <coughs> Magyarország mondjuk, mint Varsói szerződés is tagja, NATO tagja lesz. Hát hogy ilyet mondott volna akkoriban, azt megkérdezték volna, hogy orvos mikor látott magát utoljára, vagy látta magát utoljára, vagy pszichológus. És bekövetkezett. Hát most ki mondja azt, hogy a Ukrajna nem lesz valamikor a NATO tagja. Időről nincs szó. Ha nem is lesz Ukrajna NATO tagja, de a NATO. Ilyen vagy olyan formában azért segíti Ukrajnát. Vagy, vagy a, tagállam, vagy a nagy tagállamok. Nagy különbség, hogy a NATO vagy a tagállamok. Így van, de hogy konkrétan most a NATO-ra akarok rákérdezni, hogy ők hogyan, milyen formában tudnak most Ukrajnának segíteni. És most nem csak a materiális, tehát mondjuk fegyver tekintetében kérdezem ezt, hanem kommunikációban. NATO-nak nincs fegyvere, a tagállamoknak van fegyvere. Tehát a NATO-nak, ami van és rendelkezésre áll saját, az az EVEX gépek, amivel rádiótechnikai felderítés folytatnak folyamatosan. Ott vannak az ukrán határ mellett, tehát ezeket folyamatosan ellenőrzik, de a helyzet az, hogy itt azért azt látni kell, hogy hogy hát a NATO részéről is azért vannak olyan elvárások, hogy támogassák Ukrajnát, azért a NATO annyit tesz, hogy felkéri a tagállamokat, hogy küldjenek eszközöket. Ezt szokta csinálni Stoltenberg. Másban nem megy bele. Hát ő nem mondhatja azt, hogy ki mit adjon. Utasítás nem adhat. De ha valamelyik ország azt mondja, hogy ők támogatja, akkor az az ő dolga. De nem a NATO nevében. A saját nevében. De Stoltenberg szerepe az jelentős. A meg szerepe hogy ezeket... annyi, hogy felszólítja, vagy felkéri, nem felszólítja. Felkéri a NATO tagállamokat, hogy támogassák Ukrajnát fegyverrel, politikailag, stb. 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 Mint ahogy az amerikaiak most megoldották azt, hogy próbálnak különböző diplomáciai lépéseket tenni, hogy akár olyan országokból, amelyek nem tagjai a szövetségnek, de jó viszonyban vannak mondjuk az Egyesült Államokkal, szíveskedjenek lőszert biztosítani Ukrajna részére. Ez megy, de ez nem a NATO ez bilaterális kapcsolat alapján történik. Mit tudunk a NATO-ról, hogy ők mennyire készülnek egy esetleges konfliktusra Oroszországgal? Tehát, hogy mennyire ez egy Orosz, ilyen... Ők, Oroszországgal. Oroszországgal, igen. Hogy ez egy mennyire egy ilyen, hogy mondjam, fórumoknak a témája, és mennyire van gondolkodás mondjuk a Bocsánat, NATO központjában. Bocsánatot kérek, a NATO védelmi szervezet neki az a feladata, hogy a védelemre felkészüljön. Tehát, hogyha Oroszország agresszívan viselkedik mondjuk bármelyik másik országgal legyen az nem NATO-tak, hanem természetesen a függetlenül a közösséghez tartozó ország, mint Ukrajna, mint Grúzia, mint Moldova, ki tudja, mi lesz ott is. Hát azt lehet látni, hogy nyilvánvalóan NATO-nak fel kell hajtani. a védelmi szövetségként megvannak a tervei, hát ezért van a katonai bizottság. Összes terv rendelkezésre áll, hogy ha valami történik, akkor milyen reakció van a NATO részéről. Ez nem azt jelenti, hogy most a NATO bevonul Oroszországba, de hogyha olyan van, akkor tessék készen állni. Na jó, az, az újabb hely. Helyzet, mint mondjuk korábban És a arra is, is, készülnek fel. Ezért vannak ezek a gyakorlatok. Nézzük meg, mennyi gyakorlat. Most is folyik egy nagy gyakorlat a nato -ba. Tehát itt tulajdonképpen nagyon odafigyelnek, hogy Oroszországban mi történik, milyen változások vannak, hogy áll az orosz ukrán konfliktus. Lehet-e olyan, hogy mondjuk úgy dönt Putyin, hogy megtámad egy másik országot, mondjuk például a balti országokat, akik ugye van azt hangoztatják, hogy ők úgy érzik, hogy fenyegetve vannak. Na most, hogy ebből még az, meg minden, az egy más kérdés, de a de kell figyelni. És különösen ez az északi terület, a balti térség az rendkívül kényes. A tengerek miatt, az orosz erő átcsoportosítás miatt, és hát e, nyilván, hogy erre a nato fel kell készülni. Minden szempontból, emberileg, infrastruktúra szempontjából, fegyvezet szempontjából, erők megerősítése szempontjából, azon a erők, ugye, amelyek, amelyek, órákon belül rendelkezésre állnak, ha szükséges. Tehát megtették azokat a lépéseket, amelyek elkerülhetetlenek ahhoz, hogy hogy a NATO védelmi rendszere működjön. És ehhez hozzátartozik minden. Fegyveres erők állapota, fegyveres erők készenléte, azonnali készenléti, gyors készenléti erők, és hát nyilvánvaló, hogy ehhez megvan a hadi technikai háttér is, meg az amerikai támogatás. Ez volt az Atlas. Ha tetszett a podcast, iratkozzon fel a YouTube csatornánkra. Két hét múlva ismét jövünk.